A videóban látható képek és szövegek eredetileg az 1964-ben megjelent Rádióamatőr Füzetei című sorozat működése képekben első lapszámából származnak. 5. fejezet A tranzisztor Végre elérkeztünk a tranzisztorhoz. Ebben a fejezetben a tranzisztorban lejátszódó alapvető folyamatokat fogjuk megvizsgálni. A tranzisztor szerkezetileg három rétegből, a PMP tranzisztor például két P tartományból és köztük elhelyezkedő úgynevezett N tartományból áll. Az egyes rétegeket itt is egyetlen kristályból kell kialakítani, mert a külön darabokból összeállított szerkezet nem fog tranzisztorként viselkedni. A hármas szerkezet középső rétege az N-típusú tartomány, a tranzisztor bázisa. A továbbiakban mindent ehhez viszonyítunk. Kapcsoljunk külső feszültséget a három tartományba, mégpedig a bázishoz viszonyítva a baloldali P tartományra pozitív, a jobboldali P tartományra pedig negatív feszültséget. A baloldali P tartományra kapcsolt pozitív feszültség hatására a PN átmeneten nyitó folyik, amely főleg a bázison áthaladó lyukakból áll. Mivel a baloldali P réteg lyukakat bocsát ki, emittál, ezért emitternek nevezzük. Az emittált lyuk töltéshordozók a bázisba mennek át. A bázisba futó pozitív lyukakat az ott levő szabad elektronok lekötik, semlegesítik ez a folyamat, a két különböző töltésű részecske, egy lyuk és egy elektron újraegyesülése a rekombináció. A rekombinációt úgy foghatjuk fel, hogy bár a pozitív lyukak szeretnek eljutni a negatív kollektorhoz, de útközben a negatív gödrökbe esnek és ott ragadnak. A valóságban a bázisréteg igen vékony, és ezért az emitterből érkező lyukaknak nem kell nagy utat megtenniük a bázisban. Így lehetséges az, hogy a lyukak többsége szerencsésen átjut a rájuk leselkedő elektronok között is a bázison, és elér a kollektorhoz. Azokat a lyukakat, amelyek sikeresen átjutnak a bázisrétegen, a kollektorral kapcsolt negatív feszültség magához szippantja. Mivel ennek a P tartománya az oda érkező töltéshordozókat összegyűjti, felfogja, ezért ezt kollektornak, gyűjtőnek nevezték el. A tranzisztor nemzetközi jelölésén egy vonal a bázist jelképezi. A nyillal jelzett emitter elektróda pedig, mintegy, a töltéshordozók útját mutatja a bázis felé. A bázisban levő lyukak sűrűsége változó. A legnagyobb a sűrűség, közvetlenül az emitter mellett, hiszen itt lépnek be a lyukak. A kollektor felé haladva a sűrűség egyenletesen csökken, és közvetlenül a kollektor mellett már nincsenek lyukak, hiszen a kollektor azonnal elszippantja őket. Felidézve a feszültségugrások ábráját, a pozitív emitter feszültség lecsökkenti a belső feszültségugrást, a negatív kollektor feszültség pedig megnöveli azt. A bázisban rekombinálódó, lyukakkal egyesülő elektronok pótlására a bázisvezetéken elektronok érkeznek. Ez a bázisáram. Az emitter áram az emittált lyukakból áll. Ezeknek nem rekombinálódott része adja a kollektoráramot. A lyukakat rekombináló elektronok képzik a bázisáramot. Jó tranzisztoroknál, ahol a bázisréteg elég vékony, a rekombináció viszont igen kicsi. A tranzisztoroknál tehát megkülönböztetjük az emitter, a bázis és a kollektor áramot. A tranzisztor használhatóságát elsődlegesen az áramerősítési tényező dönti el. A tranzisztor földelt bázisú kapcsolásban az áramerősítési tényezőt a kollektoráram és az emitter áram hányadosa az alfa adja meg. Jó tranzisztoroknál a két áram közel egyenlő, kicsi a bázisáram, és ezért hányadosuk az alfa áramerősítési tényező alig kisebb az egységnél. A gyakorlatban inkább a földelt emitteres áramerősítési tényezőt, a bétát adják meg. Ez nem más, mint a kollektoráram és a bázisáram hányadosa. Jó tranzisztoroknál, ahol tehát kicsi a rekombináció és ezért kicsi a bázisáram is, a béta áramerősítési tényező 16 felett van, és akár több százas érték is lehet. Végül még egy igen fontos áramról kell említést tennünk. Ez pedig a kollektor visszáram. A bázis és a kollektor, mint PN dióda záró irányban van előfeszítve, hiszen a kollektor negatív feszültséget kap. A PN diódán záróáram visszáram folyik, amelynek értéke a dióda karakterisztikával olvasható le. Visszáram mindig folyik a bázis és a kollektor között, ha a kollektorra negatív feszültséget adunk a bázishoz képest. A kollektor visszáram jelölése I, alsóindex, nagy C és O. A kollektor visszáram nem függ sem az emitter, sem a kollektor feszültségtől. Ez belátható a dióda görbe vízszintes szakaszából. Annál inkább függ a visszáram a hőmérséklettől. Növekvő hőmérséklettel a visszáram értéke erősen megnő, ami igen súlyos zavart okozhat a tranzisztoros kapcsolásokban. A visszára a kollektornál hozzáadódik a lyukáramhoz, viszont levonódik a kifele folyó bázisáramból, azaz az elektronok iránya ellentétes az áramirányjal. Az emitter áram gyakorlatilag kifelé oszlik, alfaszorosa a kollektor felé, a megmaradó, rekombinálódó rész a bázis felé folyik. Ezek alapján felrajzolható a tranzisztor jelképes ábrája a rajta folyó összes áramokkal figyelembevéve az áramerősítési tényezőt és a visszáramot is. Ne feledkezzünk meg a tranzisztor egy lényeges sajátosságáról, az úgynevezett bázis ellenállásról. A bázis ellenállás közönséges ómos ellenállásnak tekinthető, amely a bázisponttal sorba kapcsolódik. A valóságos tranzisztornál a bázis hozzávezetés nem közvetlenül a vékony bázis réteghez, hanem a félvezető egy pontjához csatlakozik be. A kristálynak a tényleges bázis és a hozzávezetések között ómos ellenállása van, ami képzi a bázis ellenállást. Reméljük, tetszett ez a videó. És ha még szeretnél tanulni, nézd meg az Elektromos Áram című hobbi elektronika sorozatunkhoz tartozó videónkat is. És hogy le ne maradj a következő részről, iratkozz fel a csatornára!